Teljesen kirobbant a kamion szélvédője, hétfőn ütközött össze egy tartálykocsival Alsónyék és Pörböly között. A vétkes sofőr előbb egy szalagkorlátnak vezette a hatalmas kocsit, majd megpróbált azt visszarántani, ekkor viszont a szembejövő tartálykocsinak ütközött. A pécsi férfit mentő helikopterrel szállították kórházba, ő jelenleg is súlyos életveszélyes állapotban van. A másik járművezetője az elsődleges információk szerint könnyebben megsérült. Ezek a fotók pedig szintén hétfőn készültek, de már Nagy Dorogon. Ott is egy kamion okozott balesetet. A túlméretes rakományt szállító sofőr le akart húzódni az útról, ekkor döntött ki egy beton villanyoszlopot. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, különösen a teherautók sofőrjeitől, hogy használják mindig óvatosan és körültekintően az utakat. A teherautó sofőrök figyelmét külön felhívjuk arra, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek, hiszen a balesetek bekövetkezésének 3%-áért a teherautóvezetők felelnek. Tolna megye esetében ez azt jelenti, hogy tavaly 8 balesetet okoztak teherautók sofőrjei.